A mai műsorban arra keressük a választ, hogy miért érdemes sportolni. Ezúttal azonban nem fizikai vagy egészségügyi területen mozgunk majd, hanem lelki síkon. Sütő Ádám még csak 16 éves, mégis azt mondja, az öttusa az élete. Még csak délután 4 óra van, de Sütő Ádám már túl van egy úszásedzésen, futott is, lőtt is, iskolában volt, és most a vívás előtt nyújt egy kicsit. Ádám az órái előtt úszott, a délutánt pedig a volán telepen tölti. Reggel most könnyebb hetünk van, szóval csak 6-tól van edzésünk, úszás. Utána mentünk iskolába, aztán ma 3-ra kellett kijönni egy kombi edzésre. Utána lesz 5-től egy vívásunk, ilyen 7-ig nagyjából. Utána lehet hazamenni, most pihenni, mert holnap versenyünk lesz, szóval de ha nincsen verseny, akkor tanulni kell. És így rengeteged ad a fiatalabbaknak a tanulásban is szerintem segít. Hogy? Hát, hogy be tudod osztani a sport miatt az idődet, így beosztod, ugye. És akkor a tanulásra is marad idő, és hogy engem mondjuk földob egy edzés után, inkább tanulok, mint hogy iskolából hazamenet. Szóval engem az edzés az egy kicsit így fölpörget, és utána jobban megy a tanulás nekem. Sütő Ádám alig múlt el 16 éves, mégis azt mondja, az öttusa az élete. És bár ez egyéni sport, mégis úgy érzi, a csapat a második családja. Nagyon jó ez a közösség, itt mindenkinek ajánlom, hogy ilyen közössége legyen, mint itt nekünk van. Rengeteget megyünk táborokba, az edzések is nagyon jó hangulatúak. Főleg a táborokban az ilyen szabadidők a legjobbak. Edzéseken, meg csapatokban kialakul egy külön közösség, már egy család nagyjából, és azért ide mindig jó visszajönni, és amikor sérülés vagy valami miatt nem tudsz jönni, akkor az nagyon hiányzik a közösség. Rengeteg barátot, élményeket megtanítja, hogy mit kell csinálnod a életben, edzőkkel is, hogy tudj kommunikálni mondjuk idegen versenyzőkkel vagy idegen versenyen. Hát így igazából mindenre szinte megtanít. A Ciszterci gimnázium diákja rengeteg időt fordít az edzésekre és a versenyekre, de mindezt egy cseppet sem bánja, mint fogalmazott, nagyon sokat kap cserébe. Tűz. Csináld! Ádám, ahogy a legtöbb öttusázó, kisgyermekként az úszással kezdte a sportolást. Az öttusára úgymond rátaláltam, hogy így először csak úsztam így hobbiból, aztán utána elkezdtem már így az edzővel futni, aztán egyik edzés végén megkérdezte, hogy nincs-e kedvünk elmenni váltózni, és akkor azon a váltóversenyen igazából így megszerettem az egész sportot, és ez azóta megy. Ez egy így mond életforma, hogy minden nap szinte edzés van, és ez így megtanít igazából mindenre. Szóval megtanítja beosztani az idődet, hogy nehéz helyzetekből is fel tudjál állni, és így segít a kudarcokban, hogy föl tudj állni, és hogy ne add fel, megtanít ezekre. Első sikerélményem ilyen nagyobb az volt, amikor kijutottam az elitre, ahol csak a legjobb 16-ot viszik. Az már sajnos nincsen, már egy éve volt az utolsó így nekünk, meg amikor csapatban sikerül odaérni a dobogóra, azért is nagy versenyek szoktak menni, hogy éppen kikerül be a csapatba. Ezek így nagyon jól lesznek, amikor sikerül, és fel tudok állni. Kovács Sarolta, a Volánfehérvár egyik olimpikonja is nagyon hasonlóan gondolkodik erről, biztosan nem véletlenül. Amikor én elkezdtem öttusázni, most már 20 jó pár évvel ezelőtt, én kezdetben a csapatért, a közösségért jártam ide. Én nagyon szerettem ide járni, innen vannak a barátaim, a baráti társaságom, és kezdetben tényleg mindig ez adott erőt és motivációt, hogy lemenjek egy-egy nehéz napon, hogy velük együtt lehessek, és persze jóban, rosszban együtt voltunk, és persze a csintalanságokban is. Szerintem a holtpontokon segít, tehát edzéseken szurkolunk egymásnak, ugyanúgy, mint versenyen, de edzésen
is vannak kemény edzések, ahol nagyon jól esik, hogy szurkolunk egymásnak, húzzuk egymást, segítjük egymást, illetve tényleg az edzésen kívül is tartjuk mi a kapcsolatot, összegyűlünk, elmegyünk strandolni, nyaralni együtt. Úgyhogy mindenféleképpen egy jó közösség alakult itt ki, és hiába egyéni sportág ez az ötös, szerintem a csapat nélkül nem tudna működni. A sikerélmények mellett kudarcok is érték Sütő Ádámot, de ezekből is tanult valamit. Nem is rég volt egy nagyobb sérülésem, ebből elég nehéz felállni, még most is kicsit küzdök vele, de szerintem biztos sikerülni fog, mert sajnos nem ez az első, de segít mindenki, edzők, edzőstársak, szóval jó így. Nagyon rossz érzés a padlón lenni, főleg úgy, hogy tudod, hogy versenyeid lennének, céljaid, és hogy ezeket így nem tudnád teljesíteni. De igazából, amikor sikerül, hanem fölállnod, akkor ez egy plusz lendület az elkövetkező évekre, hónapokra. Szóval igazából, ha sikerül fölállnod, akkor egy plusz löketet ad neked, hogy csak azért is ezt akarod csinálni, és hogy ezt kell csinálnod. Máshogy osztom be az időmet, hogy nem megyek el mondjuk bulizgatni, meg ilyenek, hanem inkább edzés, meg ezek. De amúgy szerintem nincs. Megéri? Szerintem igen. Sütő Ádám nem kisebb célt tűzött ki maga elé, mint azt, hogy versenyezhessen egy olimpián. A válogatókon sikeres legyek, szóval a legjobb ilyen 4-5-6-ba bekerüljek, hogy tudjanak vinni más országokba versenyekre. Hát és ilyen eléggé messzi cél az ilyen olimpia, meg ilyenek. És ha már olimpia, Kovács Sarolta már egész kicsiként eldöntötte, élsportoló lesz, és ettől semmi, illetve senki nem tántorította el. Megtanuljuk beosztani az időnket. Tényleg én is úgy megtanultam beosztani, hogy mindenre maradt is időm. Tényleg, hogyha kellett egyszer-egyszer, azért nekem is belefért a szórakozás. Ezt mindenféleképpen megtanuljuk, és szerintem a fegyelmet is, és az önfegyelmet is. Kicsikorom óta sportoló szerettem volna lenni, mellette katona, de hogy tényleg 9 évesen így, vagy 8-9 évesen az ötösát választottam, nem bántam meg, nagyon-nagyon sokszínű és megunhatatlan. Ez az 5 szám adja a színességét és a szépségét az ötösának. Nagyon sokat adott nekem, azért világot láttam, olyan országokba eljutottam, ahova szerintem amúgy nem juthattam volna el. Tényleg olyan embereket ismertem meg, illetve magamat is, a határaimat is feszegettem. Úgyhogy nagyon-nagyon sokat adott nekem ez az életem, és hát remélem, hogy sokáig az is marad. A sport szeretete önmagában kevés motiváció, főleg akkor, hogyha az ember felnőtt fejjel kezd életmódváltásba. Sikertörténet a következő riportunk, azonban ne feledjük, hogy nincsen küzdelem nélkül siker. Ő itt Mózs Gergely, akit egészen más néven és más külalakkal ismert meg egy ország. Ő volt a dagadt köcsög. Magát nevezte így, amikor kezdő futóként 124 kilósan blogot indított. Aztán néhány hónap, év alatt felismerhetetlenre futotta magát. Ég és föld a különbség. Abban az időben én éltem az irodai dolgozók minden nap, PT programozó voltam. Programozókra jellemző, nem tudom, pizzarendelés, meg egészségtelen életmód. És azt, ugye ezt írtam a blogba 124 kilóról indultam el, de nekem volt szerintem olyan időszak, amikor 130 is voltam, tehát tényleg egy nagyobb testsúlyt sikerült így összepizzáznom, meg összeprogramoznom. És ami nálam változás volt, hogy két családtagom is meghalt így fél éven belül. És akkor az végig kellett gondolnom így 30 évesen, hogy na akkor most merre tovább velem, hogy mi lesz ebből. És egész addig ilyen sokszor próbáltam én lefogyni, meg változtatni az életemen, de nekem kellett az a lökés, hogy lássam test közelből azt, hogy ennek azért tétje van. És azt mondtam, hogy oké, én retteltes módon utáltam futni világ életembe, úgyhogy ez biztosan ez a lehető legmegterhelőbb, amit én a testemnek okozni tudok, és ha ettől nem fogyok le, akkor semmitől. És akkor így elkezdtem volna futni. Az eleje nagyon kemény. Tehát én
már nem tudom hány maratont futottam, meg nagyon komoly teljesítmények vannak mögöttem, mégis arra az első 3-4 hónapra vagyok a legbüszkébb, hogy akkor nem hagytam abba. Az sokkal fájdalmasabb, mint később egy maraton, vagy bármi egyszerűen. Abban az időszakban, amikor még nem vagy hozzászokva a mozgáshoz, abban az időszakban azok nagyon megterhelő, meg fejben is. Az az igazság, hogy nagyon, nagyon nehezen illesztünk be új szokásokat az életünkbe. És amikor nincsen ilyen közvetlen boldogság, persze van, mert én tök jó, mert pont az, amit én csináltam, az, hogy mindig a számokat néztem, és minden hétről hétre láttam, hogy fejlődök, láttam, hogy gyorsabb vagyok, de mégis olyan nehéz az elején futni. Meg amikor az ember 120 kiló, ez még nem futás, ez egy ilyen nagyon lassú kocogás, vagy gyors gyaloglás, de ez egy nagyon küzdelmes időszak. Hogyan érdemes elkezdeni? Az első lépésekhez kértünk tanácsot a programozóból edzővé vált futótól. Az egyik tanács, amit szeretnék neked adni, hogyha most elindulsz futni, akkor légy szíves, ne akarj gyors tempóban futni. Figyelj, mutatom, jó? Elkezdek futni, de itt még mindig kényelmesen tudok beszélgetni. Még van levegőm arra, hogy mondatokat formáljak. Van levegőd, van oxigéned, és tudsz mondatokba beszélni. Ez az intenzitás, ez tökéletes lesz az első hónapokban, oké? Nem kell túl gyorsan futni, nem kell, hogy a combod savasodjon, nem kell, hogy rosszul érezd magad. Ebben az intenzitásban azt kell érezned, hogy a világ végéig is el tudsz futni. Én azelőtt futottam, amit láttam, hogy vár rám, hogy 124 kiló vagyok, vagy még több is, és nincsen sok hátra, hogyha így folytatom. És egy 30 éves fejjel azon gondolkozni, hogy még 20 évem van hátra, az úgy nem szerettem volna. Tehát én azt gondoltam, hogy most még tudok azon változtatni, hogy ez ne így legyen, hogy ne 20 évem legyen hátra. Gergely ekkor kezdte el írni blogját, amire nem lehetett nem felfigyelni. Dagadt köcsök, ki ez és mit akar? Merült fel sokakban a kérdés. Egyre több lett a követő, végül valóságos brandé nőtte ki magát a napló. Tök jó lenne most azt mondom, hogy ekkora zseni vagyok, hogy ezt így találtam ki, de nem. Egyszerűen csak így részt vettem egy futóversenyen, ahol annyira magával vitt a hangulat, hogy este leültem és kellett valami blogot szerettem volna kezdeni, és kérte címet tőlem. Hát mondom, mi legyen, magamra néztem, és bejöttem, hogy dagadt köcsög. És hogy mondjam, ezt én nem szántam annak, hogy ezt bárki olvassa. Tehát ezt a blogot én magamnak szántam, hogy majd naplózom a kis edzéseimet, visszanézem, mit gondoltam egy hónapja, stb. Az, hogy ebből ilyen siker lett abban az időben, meg hogy sokan olvasták, azt én nem gondolom. Hát ha tudtam volna, szerintem átgondolom a címadást is. És mit hozott mondjuk lelkileg? Tehát, hogy az embernek nyilván az önbecsülése is nagyobb lesz, hogyha edzi a saját akaraterejét, nem? Én azt gondolom, hogy a túlsúlyos emberek mögött azért mindig vannak lelki tényezők is. Én is most is, mai napig is két esetben szoktam enni, amikor sikerem van, vagy amikor nincs sikerem. Tehát mindig valahogy az van, hogy az evésbe találjuk meg mi a megnyugvásunkat is, meg az önmegsimogatásunkat is. Tehát, hogy amikor az embernek ilyen különleges viszonya van az étkezéssel, akkor az nyilván azzal is jár, hogy túlsúlyos lesz. Ez nyilván változik lassan. Tehát amikor én elkezdtem futni, vékonyabb lettem, fittebb lettem, a környezetemből már másfajta jelzések jöttek. Nyilván ez egy magabiztosságot is hoz, az a magabiztosság meg segít esetleg olyan problémákat megoldani, amiket eddig nem mertél, vagy azt mondtad, hogy jó, hát ehhez kevés vagy nincs hozzá bátorságod. Az evés az mennyire kell, hogy változzon egy ilyen esetben? Azt mondják a szakértők, hogy azért a mozgás az egy dolog, de hogy nagyon vissza kell fogni a kaját is. Ez igaz? Én az első időszakban egyáltalán nem foglalkoztam azzal, hogy visszafogjam, és mégis fogytam. Egy tény, hogy egy idő után megáll.
Tehát én is azt mondom, hogy külön-külön nem működik. De ha megkeres engem egy kezdőfutó, akkor lebeszélem arról, hogy mindent egyszerre akarjon. Tehát, hogyha egyszerre akarsz két legyet lecsapni, akkor jó eséllyel mind a kettő elrepül. Előbb döntsd el, hogy te most futó, életedet változtatod, és akkor legyen meg az a heti három edzés, és amikor már tart ez egy 6-8 hete, és már minden edzést megcsináltál, és a naptáradban már úgy intézed a programjaidat, hogy te számolsz azzal, hogy neked aznap edzésed van, ha már a fejedben te futóként gondolsz magadra, meg arra, hogy igenis nekem edzésem van, na onnantól lehet elővenni, hogy jó, akkor nézzük meg, hogy az étrendeden mit tudsz változtatni. De ne akarj egyszerre minden fronton változtatni, mert az nem fog menni. Abban a szempontból egy nagyon jó sport, hogy folyamatosan visszajelzést ad. Tehát a mai sportórákkal elmész futni, megnézed az adatokat, biztos vagyok benne, hogy egy hét múlva, két hét múlva jobb adatokat fogsz látni. Már többet tudsz megtenni adott tempóval, vagy a tempód gyorsul, sikerélményed van. Tehát csomó más sportában ez nincs meg. Tehát nem tudom, pingpongozol, ott lehet, hogy három év mire rátszolvak, hogy fú, te már sokkal jobb vagy. Itt hétről hétre látod, hogy jobb vagy, gyorsabb vagy, tehát van egy ilyen, és ez az, ami szuper benne, hogy van egy ilyen folyamatos sikerélményed, egy folyamatosan megerősít téged abban, hogy igen, te most jó helyen vagy, jó úton vagy. És egy kezdőfutónál, meg aki túlsúlyos, már az a tudat, hogy jó irányba megyek, már az mindennél többet ér. Ez a felismerés késztette a bloggert arra, hogy szakmailag is irányt váltson, és megalapozta a saját futóközösségét. Jelenleg 10 edzővel dolgoznak azon, hogy tanácsokat, edzőprogramot és rendezvényeket szervezzenek futni, változni, fejlődni vágyóknak. Én nem tudom, hogy ez mikor pattant át az agyamba, hogy én már így futóként voltam magamra, de azt gondolom, hogy most is, akikkel együtt dolgozok, megkeres egy futó, én látom az első pár hetéből, hogy ő három év múlva is futni fog, vagy két hónap múlva lemondja. Mit látszik? Egyszerűen látszik, hogy megcsinálja az edzését, hogy mennyire pontosan, hogyha én beteszem kecsütörtök szombatra az edzést, akkor ő inkább átszervez mindent, de kecsütörtök szombat lesz. Ha már azt látom, hogy a keddim nem lett meg, nem baj, ha szerdán futom, tudom, hogy az előbb-utóbb elfut. Tehát valahogy meg kell arra érni, hogy a futás legyen olyan fontos az életébe, heti, nem tudom, 90 percről van szó. Tehát ugye egy kezdő futónak nincsenek hosszú edzései, de az a 90 perc hetente férjen be az életembe úgy, hogy igen, és akkor már pedig azt csak magamra szánom, a futásra szánom, és ott legyen az az elsődleges. Aki így áll hozzá, azzal sikereket érünk el, az fogyni fog, az gyorsulni fog. Aki nem így áll hozzá, ott gyakran azt látjuk, hogy visszaül, visszahízik, és mint ami se történt volna. Ezt a fajta motivációt, ezzel születünk, vagy hozzuk magunkkal, vagy ki lehet csalogatni az emberből? Én nekem sajnos az a tapasztalatom, hogy valamilyen, vagy valamilyen külső dolog csalogatja ki, mint ami nekem is volt, hogy kell egy egészségügyi dolog, kell egy munkahelyvesztés, egy szakítás, tehát kell valami erős motiváció, ami a legelején bent tart. Hogyha első pár hónapon túl vagy, ott meg már annyi sikerélményed van, ha esetleg el tudsz menni egy futóversenyre, ott közösséget kapsz, ott olyan élményt kapsz, ami már lehet, hogy magától is bentart, de szerintem meg kell érni arra, hogy az ember ilyen hosszú távfutó legyen. Az én futóimnak a nagyon nagy többsége nyilván az én történetemből merít, és a kezdő futók, túlsúlyosabb futók keresnek engem meg alapvetően, de vannak nálam nagyon komoly maratonisták is, vagy akár akik már hosszabb távokon indulnak, úgyhogy teljesen így teljes a paletta. És ez hogy működik, hogy kapnak egy edzéstervet, vagy te ott vagy velük az első lépéseknél? Hogy kell ezt elképzelni, ezt a tevékenységet? Mi online edzésterveket írunk, ami azt jelenti, hogy a mai sportórákkal már lehetséges az, hogy te elmész futni, mondjuk Angliába, vagy Kínába, vagy Kanadába, és én fél óra múlva pontosan látok rólad mindent, hogy te mit csináltál, milyen tempóban, milyen púzussal, az a edzés neked milyen megterhelés volt, és ezek alapján én hétről hétre átnézem, hogy te neked milyen futásaid voltak, milyen érzéseid voltak, mert nem csak számok vagyunk, hanem érzések is. Ezeket én mérlegelem, és mindig hétről hétre írom a következő heti edzéstervedet. Valahogy azt teszem észre magamon, hogy nagyon szeretem azt, hogy most így
saját szabadidőmben tudok mondjuk futni, kerékpározni, hogy ezt meg tudtam teremteni, hogy el tudok menni több órára bringázni, futok. Tehát, hogy a sport szerves része lett az életemnek. Hogy a kisfiam az úgy nő föl, hogy folyamatosan lát engem sportolni. Tehát hány engem éves most a kisfiát? 2,5. Tehát most pont abban a korban van, hogy így szerintem ez fontos, hogy mintát lássanak, hogy nagyon nem mindegy, hogy azt látják, hogy futóversenyen vagyunk, vagy apa bringázik. Nekem most ez nagyon sokat ad, hogy látom, hogy ő már más szemmel fog felnőni. Ez volt már az úton, legközelebb másfelé indulunk, tartsanak akkor is velünk, viszontlátásra!